Mit jelent számodra a korlátlanság? Ezt a kérdést tette fel nekem a Vodafone. Te mit válaszolnál egy ilyen kérdésre? Lehet egyáltalán válaszolni? A korlátlanság a féle életfilozófia számomra. Addig, amíg érzem, hogy nincsenek korlátai annak, amit csinálok, addig minden nap úgy kelek fel, hogy valami újat tartogat nekem a korlátlanság. Ha olyat álmodsz, ami korlátlan, akkor az egész életed úgy élheted le, hogy mindig mozgat valami. Egy megfoghatatlan dolog. A korlátlanság a világom, és ti is nagyon sokat láttok belőle. A videókészítés, az maga a korlátlanság. Mert nem csak videósok vagyunk. Írók vagyunk. Itt azt mondja a szereplő, hogy ez egy álom. Ez egy álom. Inkább itt azt ordítja a szereplő, hogy ez egy álom. Ez egy álom! A jelenetben a szereplőnek szárnyai nőnek. Nem, ez túl sok. A jelenet inkább egy erdőben játszódik. Fényképészek vagyunk. A lényeg, hogy rögzíts mindent, ami segít elmesélni a történetet. És rögzíts mindent, ami szép. Azzal, ami éppen nálad van. Hangmérnökök vagyunk. Egy videó csak akkor teljes, ha lélegzik. A hang a videó tüdeje. És nincs olyan, hogy legfontosabb velem. Ezek csak együtt tudnak működni. Egy folyamatot kell megmutatnunk, ami viszi valamerre a nézőt. A képek és a hang kapcsolata, ez maga a varázslat. Mert a néző már nem a székében ül, hanem ő is ott van a mezőn. Erről a lesőn lehet az egész völgyet belátni. De ez a varázslat nem teljesülne be az internet nélkül, amit most a Vodafone korlátlanul ad az új RED tarifa csomagokhoz. Akárhol vagy. Mert a munkám csak ezzel tud működni. Minden gondolatom és impulzusom azonnal ott lehet nálatok is. Ha beszélgetni támad kedvünk, akkor csak egy gomnyomásnyira vagytok tőlem. Lesz majd írva esemény, hogyha már lehet. Segít, hogy ne hiányozzon annyira, ha távol vagyunk egymástól. Ezt egyszer látnod kell élőben is, bár tudom, hogy nem szeretsz korán kelni. Így nincs akadály a közös projekteknek. Szevasz, Peti, hello! Akkor menni fog a csatlakozás? Igen, bár némileg módosult a terv, és kijöttem vidékre. Mennyire vidékre? Hát... Eléggé, de a kapcsolattal nem lesz gond, meg hát most is beszélünk. És számodra mit jelent a korlátlanság? Egy elég érdekes időszakban talált meg ez a videó, ugyanis 2,5 hete itt vagyok a vidéki házunkban, és ismerjétek a kondícióját, tehát áram van, internet az nincs. Na már most én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy 2,5 hétre kivonjam magam így az online forgalomból, mert ügyfelekkel kell beszélni, koncepciókat kell egyeztetni, videókat kell fel is letöltögetni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy ez az egész hogy oldható meg szimplán mobilnettel. Amióta itt vagyok, az adatforgalmam 70 giga fölött van, és ugye a telefonról osztottam meg az internetet a laptoppal, a tablettel, néha a switch-el is. És ez a videó, amit most láttok, ez itt lett felvéve, itt lett megszerkesztve, és innen is lett feltöltve, úgyhogy mondhatni a kísérlet a sikeresnek bizonyult. A videót a Vodafone támogatta, ezt innen is köszönöm nekik, és mint azt videó közben is mondtam, az új RED tarifa csomaghoz korlátlan adatot biztosítanak. Ráadásul a tarifacsomaghoz kedvezményesen vásárolható meg a Samsung A71-es mobiltelefon, amivel egyébként egy csomó felvételt készítettem a videóban. Amikor új mobiltelefont kapok a kezeim közé, akkor az első dolgom az, hogy kipróbálom, hogy milyen fotókat és videókat készít. Mindenki döntse el maga, hogy milyenek lettek ezek a felvételek, de feltenném a kérdést, hogy ha nem jelölöm szövegesen, hogy melyik felvételt csinálta a telefon és melyiket ez a kamera, akkor meg tudnátok mondani? Szóval, ha érdekelt titeket a tarifacsomag vagy a telefon, akkor a leírásban találtuk egy linket, és mindkettőnek utána tudtok olvasni. Amúgy meg Nessai nem véletlenül bukkant fel ebben a videóban, ugyanis ő is részt vesz ebben a kampányban, és hamarosan nála is lesz majd egy videó arról, hogy streamerként ő hogyan tudja használni a mobilnetet. Úgyhogy majd azt is mindenképpen nézzétek meg, én pedig utatokra engedlek titeket azzal a kérdéssel, hogy számotokra mit jelent a korlátlanság. Na, sziasztok!